2011 óta minden esztendőben megrendezi a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara gabonagyűjtési akcióját, melynek végeredményeként megsütik a nemzet kenyerét. Az idei akció első napján egy vép melletti telephelyen várták a vasigazdák felajánlásait. Az üzenete az, hogy a Kárpát-medencébe a magyarság egyövé tartozik, és ezt szimbolizálja ez a program. A programnak a lényege egyébként az, hogy az ország teljes területéről, minden megyéből, a megyei jogú városokból, de nem csak a jelenlegi Magyarország területéről, hanem a magyar lakta területekről is összegyűjtik a búzát. Az idei akció első napján 47 vasi gazdálkodó összesen 2,2 tonna búzát ajánlott fel jótékony célokra. Mint mondták, jó volt a termés, de akkor is adakoztak volna, ha kevesebbet tudtak volna betakarítani. Jelentése annyi van, hogy hozzájárulunk Magyarországhoz, gazdaságához, hogy jobban teljesítsen az ország, jobban dolgozzon. Remélem ezzel az Agrárkamara szervezésében rendezett gyűjtésben egy jó ügyet fogunk szolgálni. A hagyományoknak megfelelően az összegyűjtött gabonából idén is Pécsváradon sütik meg a nemzet kenyerét, a megmaradó mennyiséget pedig a Dévai Szent Ferenc Alapítványon keresztül jótékony célokra használják fel. Az alapítvány többek között a nagyszalontai gyermekotthonnak is juttat majd a lisztből, melyből kenyér és édességek készülnek a lakóknak. Nagyon ízlenek, ezek a kenyérfajták, van a lángos, bukta, sütemények, csomófajta sütemények. Az országos gabonagyűjtési akció augusztus 9-éig tart. A vasmegyei szervezők is addig várják a gazdák felajánlásait a Vép és Bozzai között található telephelyen.